Kisvárda egyik legbalesetveszélyesebb útkereszteződését mutatja ez a férfi. Rengeteg autó. A traktorok is itt mennek el. Pontosan, itt mennek el. Tehát Tornyospálca és környéke almáról híres, arról nem beszélt, több tízezer mázsa alma terem. Ezeknek a leadása a réüzembe, itt ezen a részen bonyolódik le. És a kamionok is sokan járnak el, nem csak almában ezzel? Hát hogyne már, hát a kamionok szinte kikerülik a négyet, kikjönnek el. Mert van itt vagy két vagy három olyan terminál, ahol a kamionok megpihennek, nem a négyesen, hanem itt jönnek el. Itt olyan borzasztó nagy forgalom, nagyon nagy forgalom van. A hármas út nevű nagyforgalmú csomópont a belváros felől három irányba, Záhony, Vásárosnamény és Mezőladány felé vezeti a forgalmat, de a közlekedési táblákat, például a stop táblát sok autós elnézi, így gyakoriak a balesetek. Ezért itt körforgalom épül ki jövő év végére, és elvégzik a hozzá csatlakozó útburkolatok felújítását és a járdák átépítését is. A becslések szerint a 370 millió forintba kerül beruházás mellett Kisvárda másik két pontján is hasonló csomópont épül, a belvárosban a Krucsai Márton úton, valamint a város északi részén fekvő Mátyás Király utcában. A három körforgalom együttes beruházási értéke csaknem 1,2 milliárd forint lesz. Nagyon sok olyan csomópontunk van, ahol már zsúfolt a közlekedés, többek között a Várdai Krucsai út kereszteződése, ahol egy körforgalommal próbáljuk majd enyhíteni az átmenő forgalmat, segíteni a csúcsforgalom elkerülését. Hasonló egy nehéz közlekedési csomópontunk az úgynevezett hármas út, ott szintén egy körforgalom épülne, ami szintén azt segíti, hogy a környező települések könnyen megközelíthetők legyenek. Emellett, ami talán a legfontosabb beruházás, ami segítheti a városon az átmenő forgalomnak a további csökkentését, hogy megépül a déli elkerülő út, ez az iparnegyed tulajdonképpen, és összekötő a négyessel. A déli elkerülő az Anarcsra vezető utat köti majd össze a négyes főúttal, becsült kivitelezési költsége 2,8 milliárd forint lesz. A kétszer egysávos út építése várhatóan jövő tavasszal kezdődhet el, a kivitelezővel 2017. januárjában köthet szerződést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. És ehhez csatlakozna a későbbiek során szintén várhatóan, bízom benne, hogy vagy a jövő év ősze, vagy az követő évnek az eleje, az északi elkerülő út, ami szintén négyessel kötő össze majd a város északi részét. Ezáltal, ha mind a két úgymond körút megépül, akkor a város teljes egészében körbejárható, tehát elkerülhető a belváros. A Kisvárda északkeleti részén épülő elkerülő mintegy 1,2 milliárd forintos beruházással készül majd el, a közbeszerzési eljárást várhatóan jövő év elején írják ki. Az útépítések és a körforgalmak kivitelezési munkálatai várhatóan 2017 végén, 2018 elején fejeződhetnek be. A beruházások együttes becsült összköltsége meghaladja az 5,1 milliárd forintot.